Már csak a kiültetésre várva a Kft. Körösi úti telephelyén ez a több ezer szemnél szebb színes virágpalánta. Már február végén megkezdődött a fóliában a munka, körülbelül 9000 palántának megfelelő magot vetettek el az elmúlt időszakban. Mindez pedig márciusban 5-6 ezer darab szivarpalántával egészítették ki. Így közel 15 ezeren nyári virág díszíti majd a várost a következő hónapokban. Ezeket a palántákat ilyen hosszú ideig nevelgettük itt a sátorba. Sok fűtés kellett ez idő alatt, mert elég hűvösek voltak a tavaszi napok. Ugye rengeteg öntözést igényel a munka, illetve tápanyaggal is el kell látni ezeket a palántákat a növekedésük során. Valamint a növényvédelemnek is eleget kell tennünk, mert ugye a gyakori öntözés és a meleg hatására a pára kapcsán igazából a gombásodás meg a palántadőlés gyakran tud jelentkezni itt a növényállományban, és ezt ugye meg kell akadályoznunk. A virágok gondozását a közmunkaprogram keretében három fő végezte. De nem csak a nevelés, a kiültetés, majd a gondozás is az ő feladatuk lesz a nyár folyamán. A leginkább magyar fajtákból álló növényállományba olyan virágokat választottak, melyek jól tűrik a meleget és a napsütést. Ezeket vetőmagról neveljük, egészen onnantól fejlődnek itt a sátrunkban. Mondanék egy párat, kakastaréj, kokárdavirág, kúpvirág, vannak a bársonyvirágok több változatban, és mindezek fognak majd a jövő hét folyamán kikerülni itt a városi közterületi ágyásainkba. Ezeket megcsodálhatják a ceglédiek majd a rendőrség előtt, a sportuszoda mellett, a Béketéren, Puskaporos utca sarkánál, a Művelődési ház sarkánál és a Selyem utca Pesti út kereszteződésben is. Természetesen a növények öntözést és egy-két hetente kapálást, gyommentesítést igényelnek majd. A virágok a jövő hét folyamán kerülnek ki az ágyásokba, virágládákba, ezzel is emelve a város összképének színvonalát.